Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívót a mai sajtótájékoztatóra. Két úriember tart ma velem együtt közösen a sajtótájékoztatót. Lukács András, aki az MSZP Borsod megyei önkormányzati frakciójának vezetője, a Borsod megyei közgyűlés MSZP frakcióvezetője, és dr. Legény Zsolt, aki az MSZP Demokrácia Központjának a vezetője. Ebből ki is derülhetett, hogy Borsod megyében, a Borsod megyei közgyűlésben újabb bűncselekmény gyanús ügyre derülhetett fény, hiszen Demokrácia Központunk ezügyben szokott eljárni, és András pedig, mint Borsod megyei közgyűlési frakcióvezető, erről szeretne részletesebben beszélni. Először Lukács Andrásnak adnám át a szót. Parancsolj! Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt év karácsonya előtt kezdődött a történet. December 15-én úgy búcsúztunk a szokásos közgyűlés végén, hogy találkozunk majd januárba, és mindenkinek kellemes karácsonyt kívántak. Majd másnap, december 16-án délután egy rejtélyes meghívónak nevezett e-mailt kaptunk megyei közgyűlés elnökétől. Azért mondom azt, hogy rejtélyes meghívónak nevezett e-mailt, mert igaz, hogy rajta volt, hogy a közgyűlés rendkívüli ülését hívja össze a közgyűlés elnöke 18-án vasárnap este 19 órára, de napirend nem volt rajta, csak arra történt utalás, hogy olyan kérdésekben kerül megtárgyalásra néhány napirend, amely halaszthatatlan közgyűlési döntést igényel. Természetesen, mint minden felelősen gondolkodó közgyűlési képviselő, frakciónk tagjai is megjelentek a közgyűlés előtt, bár 7 órakor csak néhányan voltunk a díszterem előtt, és várakoztunk, mert sem a Fidesz-KDNP frakció, sem a Jobbik frakció tagjai nem voltak még ott a teremben. Majd egy 15-20 perces késéssel bevonult mindenki, és kiosztásra kerültek előterjesztések, amelyekből kiderült, hogy hát néhány nagyon érdekes ügyet kell megtárgyalnunk. Ezek közül egyetlen egyet szerettünk volna idehozni, azt, amely egy ingatlan együttes megvásárlására tesz soron kívüli javaslatot, és hoz hozzá két határozati javaslatot. Az érdekesség az volt a dologban, hogy a közgyűlés összehívásának azért megvannak a jogszabályban előírt feltételei, és az SMS-ben előírt feltételei. Itt minimális elvárás, ugye, hogy a közgyűlés napirendjeit és előterjesztéit ismerni kellene, és ha lehetséges, a helyszíni kiosztás helyett azért fontos ügyekben előre kapjunk valamilyen érdemi anyagot. Az is érdekes, hogy mondjuk egy ingatlan ügyről úgy kellene véleményt mondani és dönteni, hogy azt az illetékes szakbizottságok nem tárgyalják meg előzetesen. Természetesen ebben az esetben erről szó sem lehetett, mert a közgyűlés elnöke, még egyszer mondom, ott osztotta ki, vagy osztatta ki az előterjesztéseket. És ami még érdekesebb talán, bár a mi, megítélésünk szerint ez arcátlanság, nem meglepő, hogy az előterjesztésben nem szerepelt még csak utalás sem arra, hogy a különböző ingatlanokat milyen értékbecslés alapján határozták meg vételi árat. Ebből gyakorlatilag az derült ki, hogy egy adhok jellegű döntést előkészületlenül a megyei közgyűlés elé terjeszt Mennyi Roland elnök úr. Frakciónk kezdeményezte, hogy egyrészt ne tárgyaljuk ezeket a napi rendeket ilyen előkészítés miatt, majd kezdeményeztük azt, hogy akkor vállalja mindenki a felelősséget, és név szerinti szavazással döntsünk ezekben az ügyekben. Természetesen a Fidesz többség ezt elutasította. Ezt követően, mivel erőteljesen aggályosnak ítéltük a zárt ülésre beterjesztett anyag mondani valóját, annak tartalmát, természetesen frakciónk ebben a döntésben nem vett részt. A döntést viszont ismerjük, néhány perc alatt meghozta a közgyűlés. Azt
azt az ingatlant, amelyhez, még egyszer mondom, sem értékbecslés nem volt, sem pedig előzetesen meg nem tárgyalta egyetlen bizottság sem, 650 millió forintért megvásárolta a Borsod megyei közgyűlés. És ami még talán pikánsabbá teszi az ügyet, hogy mivel az egyik legelőadósodottabb megye Borsod megye, ezért természetesen a teljes összeget egy soron kívüli hitelfelvétellel finanszírozza meg. Hogy az arcátlanságnak ne legyen felső határa, a december 20-ával megvásárlásra tervezett ügyből az következik, hogy január 1-ével az állam azokat az ingatlanokat természetesen térítésmentesen átveszi, mert a szociális ellátás szolgálta volna az előterjesztés szerint. Meggyőződésem szerint mind a közgyűlés összehívása, mind az előterjesztések tartalma és minősége erőteljesen aggályossá tette ezt az ingatlan ügyet, és nem csak gyanúsá, hanem bár nem vagyunk jogászok, de nagyon-nagyon fölveti annak a gyanúját, hogy esetleg itt jogsértésre is sor került. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor Zsolt parancsolj. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a sajtó jelenlevő képviselőit. Mint ahogy a Lukács András megyei közgyűlési frakció vezető elmondta önöknek az ügy rövid részleteit, ebből ugye az derül ki, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés december 18-án döntést hozott arról, hogy egy Zsújta községben fekvő ingatlan együttest 650 millió forintért megvásárol az önkormányzat, a megyei önkormányzat. Ahogyan említette frakcióvezető úr, a megyei önkormányzatnak erre pénze nem volt, ezért az egészet egy OTP-s hitelből kívánta finanszírozni. Azzal nem kívánunk foglalkozni, hogy a közgyűlés összehívásának alaki jogi jogszerűsége megvolt-e. Azzal sem, hogy esetlegesen az illetékes bizottságok tárgyalása vagy nem tárgyalása mennyire feltétel annak, hogy szabályszerű döntést lehessen hozni, hiszen mindent a megyei SMS-ben kell szabályozni. A megyei SMS alapján a döntés jogszerűen megszülethetett volna. Az azonban mindenképpen kétségeket vet fel, sőt bűncselekményre alapos gyanút vagy alapos okkal enged minket következtetni, hogy az előterjesztéshez nem mellékeltek hivatalos értékbecslést. Magyarán mondva, a 650 millió forintért megvásárolt ingatlan együttes esetében a képviselők, akik döntést hoztak, nem tudták, nem tudhatták, hogy ennek az ingatlan együttesnek valóban mennyi az értéke. Lehetett volna akár 100 millió forint is, akár 1 milliárd forint is. Az előterjesztésben az összeg is lehetett volna akár 100 millió forint, akár 1 milliárd forint. 650 millió forintot mondott erre valamiért az előterjesztő. Senki sem tudja, hogy mi alapján hozták meg ezt a, vagy mi alapján határozták meg ezt az összeget. Tudomásunk szerint az ingatlant ismerő személyek elmondása szerint ez a vételár nagyságrendekkel meghaladja az ingatlan valós piaci értékét. Ezért a Demokrácia Központ feljelentést kíván tenni a megfelelő szervek felé, hűtlenkezelés, illetőleg jogalap nélküli gazdagodás büntettek gyanúja miatt ismeretlen tettesekkel szemben. Mert egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amire frakcióvezető úr is kitért, december 20-án a megyei önkormányzat megvásárolja ezt az ingatlan együttest egy hasraütésszerűen kimondott 650 millió forintos vételáron. Erre előzetesen kéri a megyei kormányhivatal vezetőjének a hozzájárulását is, azonban tudják azt, hogy január 1-ével mind az ingatlant, mind a OTP-től felvett hitelt, az központi költségvetés, az állam, a kormány ezt átveszi. Számunkra mindenféleképpen ez a dolog nem megnyugtató módon rendeződött, nem értjük, hogy hogy lehetett az, hogy mindenféle fajta értékbecslés nélkül gyakorlatilag tűzoltó munkában az év utolsó napjaiban hirtelen meg kellett vásárolni ezt az ingatlant. Nem tudjuk, hogy milyen összefüggések, milyen kapcsolatok lehetnek az előterjesztők, vagy akár a fideszes vezetés, illetőleg ennek az ingatlannak a tulajdonosai között. Nem is ezt kívánjuk boncolgatni, hanem azt kívánjuk boncolgatni, hogy így elsődleges módon a megyei önkormányzatot értek ár, de közvetve a magyar államot, a központi költségvetést, és természetesen így a magyar lakosságot is, hiszen nem tudhatjuk, hogy ennek az ingatlannak mennyi volt az értéke, és nem értjük, hogy miért kellett
ilyen hirtelen meghozni ezt a döntést, és emellett természetesen az ingatlan eladó cégek jogalap nélküli gazdagodása is mindenféleképpen felvetődik, hiszen hogyha ennek az ingatlannak valóban jóval a piaci ár feletti értékért sikerült most úgymond a piacon elkelnie, a megyei önkormányzat ennyiért vásárolta meg, akkor az a cégeknél mindenképpen jogalap nélküli gazdagodással jelentkezik. Éppen ezért a megyei közgyűlési előterjesztést mi mindenképpen törvénytelennek tartjuk, és a Demokrácia Központ megteszi a szükséges lépéseket, és a megfelelő szervek felé feljelentést fog tenni. Köszönjük szépen!